paksi mérkőzés előtt egy nappal Mócsán Bálinttal beszélgetek. Bálint, azért is téged kértelek most meg, azért is, szóval több oka is van. Az egyik az, hogy ugye a Deac ellen játszottunk egy maratoni hosszúságú mérkőzést, és a harmadik hosszabbítás végén mégiscsak te dobtad az utolsó kosarat. Nyilván a csapat érdeme ez a győzelem, de azt ott be kellett dobni. Ireland megindul a palánk fele, kijátszik Mócsánnak, dobnia kell Mócsánnak. Mócsán dob, gól! Bent van a kosár, Mócsán 17 pontos, 112-109. Tóth dob hármast, vége a mérkőzésnek, Tóth dobása elkerülte a gyűrűt, 112-109-re nyeri a körmend ezt a maratoni hosszúságú csatát. És azért, ahogy emlékszem, már a támadó idő is erősen lejárt, már nem sok volt hátra, amikor neked azt be kellett vállalni. Ilyenkor van valami a fejedben, hogy csak teszed a dolgod, mint hogyha mondjuk az első negyed közepén lennénk? Nyilván ilyenkor sok minden végigmegy az ember fejében a fáradtság mellett, mert azért, ahogy mondtad, ez elég hosszú mérkőzés volt. De igazából hát két kockák megvannak, ahogy megkapom a kiosztást, és felnézem az órára, látom, hogy ezt már dobni kell, és akkor tulajdonképpen egy ilyen kicsit ilyen hátradőlős tempót elengedtem, és utána láttam, hogy benne egy akkor hatalmas öröm volt. Igazából csak tettem a dolgom. Sajnos az előtte voltak dobások, amik kimaradtak, de próbáltam ezt kizárni és koncentrálni az akkori dobásra. Szóval még arra is volt idő, hogy felnézzél az órára? Éppen felnéztem és láttam, hogy már nagyon pereg lefele, úgyhogy tudtam, hogy dobni kell. Rengeteg olyan pillanata volt ennek a meccsnek, amikor az ember úgy érezte, hogy na most megvan, aztán voltak olyan pillanatok, amikor azt mondtuk, hogy hú, innen már nehéz lesz. Mit éreztek ti ilyenkor egy-egy ilyen meccs közben? Van bennetek is ilyen lelki hullámzás, vagy csak egyszer az, hogy menni kell előre? Persze van lelki hullámzás, de ugye ezeken nem szabad fennakadni. Menni kell tovább, ahogy a meccs alakul. Én is többször úgy gondoltam, hogy ez lehet, hogy már a markunkban van, de aztán kicsúszott és hosszabbítás lett belőle, és megint. De ilyenkor ugye nem nagyon gondolkozik ezen tovább az ember, maximum a meccs végén, hogy mit kellett volna, vagy mit lehetett volna esetleg máshogy csinálni. Ilyenkor, ami történik, az történik, el kell fogadni, és egyből menni tovább. A másik ok, amiért téged kértelek, hogy beszélgessél velem, légy szíves, még mindig a Deac meccshez kötődik. A közelmúltban egyszer valahol a szurkolók azon polemizáltak, hogy melyik lehetett minden idők talán leghosszabb magyarországi bajnoki mérkőzése, és akkor sokan arra jutottak, hogy a MASZ-nak volt egy ilyen nagyon maratoni meccs, aminek te is fiatalon részese voltál. Hogy emlékszel erre, és ez mi is volt ez a meccs? Hány hosszabbítás, milyen hosszú volt a meccs? Igen, a Jászberény ellen játszottunk akkor. 17 éves voltam, ha jól emlékszem, és az a negyedik hosszabbításban dőlt el, hogyha minden igaz. Az is hatalmas élmény volt, nagyon sokat tudtam akkor azon a meccsen a pályán tölteni, és aminek nyilván nagyon örültem, és próbáltam hozzátenni a magamét. Az is ugyanilyen brutál, fárasztó, végletekig kiélezett meccs volt, és azt is sikerült behúznunk akkor, szóval egyelőre így a hosszabbításos meccsekben lekopogom, de jól állok. Azt gondolom, hogy ez ad egy plusz élményt a győzelemhez, ezeket a legjobb így bezsebelni, ami tényleg kiki meccsek, és ad egy ilyen plusz löketet a következő meccsre nézve. Hát ez kell is, hiszen ugye Paksra kell utazni holnap, és azért a Paksra játszani nem könnyű, hiszen ők nem elsősorban ellenőrzött kosárlabdát játszanak, viszont egy kiszámíthatatlan, nagyon sokszor gyors, és azért a palánk alatt is veszélyes kosárlabdát. Nehezebb ebből készülni, vagy élvezetesebb így a játék? Azt nem mondanám, hogy nehezebb, mindenhogyan nehéz, ugye a jó csapatok ellen nehéz készülni, mert sokféleképpen meg tudnak minket lepni, és sok jó játékosból áll a csapatuk. Ahogy mondtad, kicsit az ő rendszerük az kevésbé kiszámítható, több egy-egyre épül, de ez ugyanolyan veszélyes, mint hogyha egy szervezettebb csapat ellen játszanánk. A saját játékunkat kell rájuk erőltetnünk, és azt kell játszanunk, mind védekezésben, mind támadásban összeszedni, és nem azzal foglalkozni, hogy most éppen egy szervezett csapat ellen játszunk, vagy egy kevésbé szervezett, hanem inkább magunkra fókuszálni.
Még egy icipicit hadd kérdezelek arról, hogy ez a legutóbbi Deac elleni sikerte, hogy érzed, milyen hangulatot szült az öltözőben, más egy kicsit a légkör, tehát egy kicsit földobott benneteket, hosszabb távú hatása lehet? Persze, nagyon, nagyon örültünk a győzelemnek, ahogy mondtam, ezeket a legjobb érzésbe zsebelni. Plusz löketet mindenképpen adott, de ugyanakkor ennek már vége, azt megnyertük, örülünk neki. És most, ahogy mondtad, a holnapi meccs az nagyon fontos, ugye a tabellán ugyanúgy állunk, ha jól tudom, a Pakssal, ezért ez úgymond duplán fog számítani, Pakssal nehéz nyerni, de mindent meg fogunk tenni.